Sziasztok, Kaszki, Tomi itt vagyunk ismételten a Stronghold Crusader-ről, és folytatjuk a keresztesek nyomában hadjáratot. A 33. részhez érkeztünk, a titokzatos folyóhoz. Na! Tehát két orosztán szű ellen fogunk menni, ugye, akik 8000 aranyjal, illetve egy... Hát, és inkább kettő elég nagy magaslattal kezdenek. De jó, hát... Ez úgy lesz megoldva, több mint valószínű, hogy mivel itt fel tudok menni, ezért a citromsárga kollégát itt le kell rendezni. Minél hamarabb, máshogy nem igazán tudom, hogy tudnám ezt megoldani. Mármint igazából tudom, de az nem működne, mert nincs... És ott van kő, meg minden van, de... Na mindegy, majd meglátjátok, hogy miért mondom ezt. Úgy kezdjük, hogy... először is... rakunk legyen raktárat, igaz? Meg kell egy piac. Amit mondjuk inkább ide rakok. És veszünk követ. Nagyon esztétikusan. Rakok ide egy ilyen fegyverraktárat is, meg egy barakkot. Kell nekem 10 darab számszer ilyen, ez ebben a pillanatban. Meg egy ilyen mérnök C. Nagy uram, uram, újoncokra lenne szó. És a Lordtól megkezdve, ha nem tudom míg, mindent ide fogunk hozni, ugye, és ide rakok egy tornyot. Csökken a népszerűség. És innen fogjuk majd valahogy visszaverni a gyereket. Mert máshogy nem lehet. Parancs, megyek. Oké. Okay. Nagy uram. Ennyire egyszerű. Jó, ez a 6 mérnök, ezt csináljon nekem, de 6 pajzsot. Építése. Értettem. Ostromgép építése. Értettem. Jó, van 5 lovagunk, az 5 lovag jöjjön ide. Mi jár az eszében, nagy uram? Meg kell még 2 mérnök, itt felrakunk egy ballisztát, illetve egy tüzes genyót. Miben segíthetünk? Jó, amint kész vannak a pajzsok után, nagyon királyok vagyunk. Kicsit addig belegyorsítatunk. Jó, és úgy fog kinézni. A hordozható pajzs kész. A pajzs áthelyezés. Ez a 3, ez jöjjön ide. A pajzs áthelyezés alatt. A hordozható pajzs kész. Ez a 3, ez jöjjön ide. A pajzs áthelyezés alatt. A hordozható pajzs kész. Te meg ide. Jó, ez a 2 mérnök, ez húzzon be oda. Értettem. Te menj oda. Vigyázz! Uram! Fegyverek lenne szükség. Ez a 10, ez menjen fel ide. Egy kedő! Megtámadtak bennünket. Szolgálatára. Ez az 5, ez itt lesz. Mi a parancsa, ura? Előre! Ott valahol. 2 lovagot ide. Lordot ide. Jó. És elméletileg ez így most jó lesz. Az a terv, tulajdonképpen le kell szedni az íjászait. Le kell szedni a barakját. Amik azok remélem túlélik. Tehát 10 számszeri ijászra várunk, jelen pillanatban. Ti akár úgy menjetek oda. Le kell szedni a barakkot. Tehát nem lehet barakki, ennyi a lényeg. Oké. Így. Hát ez. Nem tudom, de szedjétek már a lovasokat, létszi. Ja, Lordot felküldjük. Oda. Igen. Oké. Remek. Várom a parancsot. Oké. Okay. Ja, meg ezt itt ugye lebontjuk. Hogy még véletlenül se találják ki azt, hogy megtámadnak. Ezt meg tulajdonképpen azért raktam ide, hogy mert csak... hogy így messzebb legyen, mert ugye két helyen tudnak átjönni itt, meg itt. És amúgy már elrontottam az egészet. Bráv! Üzenet érkezett az oroszlán szívűtől. Zászlóm várat tornyára tűzve fog lebegni a szélben. Azt már nem tudjuk ott kiesni, mi? Hát szerintem nem. Ezt így akarom. Na jó, mindegy, az majd később. Ezt kéne itt bárhogy kiesni. Aha. Jó, mindegy, ezt... hát nem tudom.
4 valahogy egyelőre. Maulaj. Uram! Újon csak a lennesség. Ugyanis... Meg így. Így. Meg lesz ez majd oldva nem sokára. Azért élünk, hogy önt szolgáljuk. Aki hát a... Mi az esélyben, nagy úr? Mi a terve? Felszecskázzuk őket. Jó, levágjuk ott ugye a maradékot. És megpróbálom ezt úgy kiásni, nagyon jó legyen. Konkrétan ezt azért csinálom így, hogy itt akarjon bejönni, ugye? Ami nekem borzasztó jó lenne, mert... Mert csak nagyon. A háború igen veszélyes játék, uram. Ahogy arra már ön is rájöhet. Aha. Ezt, hogyha itt meg tudnám mit csinálni, az nagyon király lenne. Oké. Okay. Jó, most olyat csináljunk, hogy lehozom a lordot. Ugyanis az én lordom kell az, hogy meg tudjam ölni az ő lordját. Mivel hogy nem elég. 5 ilyen kartforgató, tehát ez nem. Így nem. Aha. Mert az a tervem, tulajdonképpen, hogy ezt itt, ezt a kis utat, amit meghagyok, ezt be akarom szurokkal borítani teljes mértékben, ha sikerül. Hol a lordom? Baszki, hol a lordom? Hát várjál már! Hát de... Hol az istenbe küldtem a lordom a gyerekek? Igen is, uram. Igen? Ott volt. Várjuk a parancsait. És most nincs ott. Mi az isten? Hát Pallosaink vérre szomjaznak. Az emberek elköltöznek a várból. Uh-huh. Az emberek beköltöznek. Jó, hát fogjuk rá, hogy sikerült. De hol a lordom? Nem ott van fent amúgy. Nem a májamat, hát ott van fent. Ott van. Jaja. Hát ott a gyerek. Na, ez az, ide gyere már, ide. Oké. Okay. Jó. Na, akkor azt csináljuk. Üdv, uram. Gyertek ide. Bátorság. Gyorsan leváljuk ezt a gyereket. Aztán szépen visszafoglaljuk az anyaországot. Remélem. Mondjuk olyan lépcsőt, hogyha nem hagyok nekik, az lehet, hogy jó. Készen állunk. Üzenet érkezett a korosztán címén. A igen veszélyes játék. Ahogy arra már ön is szállt. Elfoglaltuk a várat, uram. Jó. Üzenet érkezett a korosztán címén. Hát legyőzőmre akadtam. És most szegény csontjaimnak ebben az elátkozott földben kell forralni. Igenis, uram. Így nem. És akkor most jön azt, hogy vissza kell foglalni ugye a dolgokat. Ami viszont nem lesz túl egyszerű, de valahogy megoldjuk.
Mi jár az eszében, nagy úr? Az íjászok készen áll. Tiéd az íjam, uram. Nem tudok oda menni, nagy uram. Igen. Oké. Üzenet érkezett az oroszlán szívűtől. Bátor vagy. Igazi férfiként harcolsz. A hordozható pajzs kész. A hordozható pajzs kész. Egy nem. Üdv, uram. Nehéz ez a páncél egy ekkora úthoz. Uram. Előre. A hordozható pajzs kész. A pajzs áthelyezés alatt. A hordozható pajzs kész. Te vagy a más. Hát. A hordozható pajzs kész. A hordozható pajzs kész. A hordozható pajzs kész. A pajzs áthelyezés alatt. De. A pajzs áthelyezés alatt. Jó, mindegy, akkor így marad. Parancs. Jó, ott is mehetek fel oda. Megy előre. Mi a terve? Vágta. Azt lebontjuk. Jó, és akkor most van az, hogy... Üzenet érkezett az oroszlán szívűtől. A sivatagban nagyon nehéz a harc. Biztos, hogy készen állsz rá? Ez, hogy a sikerül, az kurva jó lesz. Jó. Nagy ura. Ja igen, most küldi a szarjait, addig nem rakok le semmit, amíg támad, majd utána. Várjuk a parancsait, ballosajunk, félre leszomjaznak. Oké. Mert ugye itt az lenne a terv, hogy ezt itt kiásom. Hogyha itt akar átjönni, ezt ugye beborítom szurokkal, egy az egybe. És ez nagyon király lesz, mert rájuk gyújtom az egészet a rákba, szóval... Hogy így érted. Várom a parancsot. Ilyen szerinket nem akarjuk ugye megölni. Kevés a számszerű ilyászom még mindig. Letiporjuk őket. Szolgálatárat, uram. Remélnek a lovagokat most feláldozzuk. Jó, most. Az emberek beköltöznek a várba. Paripáink csatazajra vágynak. Maulaj? Ura! Újoncokra lennezzük. A lámelú zsaid. Oké. Mi jár a veszélyben, nagy úr? Mahuari hánok. Maulaj? Ura! Újoncokra lennezzük. Marahude imen. Mi a terve? Felhogorra küldj őket. Nagy ura. Maulaj? Ura! Kujoncokra lenne szükség. Morna, bitte ki. Alma, ma a fiatal. Várjuk a parancsai. Nem tudom, hova rakjam pontosan, mert ugye ő folyamatosan katapultozni fog engem. Ez most igazából nem is érdekel, kell 10 szurok. Igen. Ura! Ura! Meg ezt lehetőleg addig kéne kiásni, amíg még nem nincs itt teljesen. Ura! Tehát, hogy mindenki ásson, oké? Okay? Azt ezt szétszedjük. Ura! Mindenki ásson, ez a lényeg. Katapultjait ugye nem hagyjuk életbe. Rohamra! Felszecskázzuk őket. A jó. Távolság nem akadály. Látod? Ez így tudod mennyire király lesz? És ugye így kicsit elszórtan kell, hogy mindenhol égjen lehetőleg. Maulaj? Ura! Maulajhánok. Alma, ma a fiaba. Kellene még ugye fa. Ezt nem helyezheti ide, uram. Így. Mi a terve? Pokorra küldjük őket.
Most egy gond van amúgy. Az, hogy ugye nincs akivel kigyújtsam a... Igen. Itt így értek ide. De valakivel ki kell gyújtanom konkrétan azt, amit használni akarok ellenük. Hát jó, ezekre nem fogom. Üzenet érkezett az oroszlán szintjétől. A sivatagban nagyon nehéz a harc. Biztos, hogy készen állt? Aha. Maulaj. Ura! Kell egy ház. Meg ugye kellenének majd, hogy hívjákok? Ilyen számszerű jászok. Így öt legalább. Ugye így mindenhova arányosan megpróbálom elrakosgatni. Ja, hogy már jön a gyerek. Nő a népszerűsége. Az íjászok készen állnak. Na, hol a kurbli? Tiéd az íjam, uram. Jó, nem, még erre nem, de mondjuk lehet kigyújtják majd véletlenül, nem tudom. Remélem nem. Látod, mennyivel jobb így? Egyedül mondom, a katapultjaitól félek. Ezt viszont rá fogom gyújtani, az biztos. Igen. Ezt itt ki kell ásni, ne arra akarjon menni. Hanem itt ugye, á, igen. Élelmiszer készleteink folyamatosan csökkentek. Parancs! Ez egy várató volt, hogy rohadjon meg. Üzenet érkezett az oroszlán szintjétől. Ó, nagyon kemény vagy. Veszélyes játék. Ahogy arra már ön is rájön. Inkább ide rakom amúgy valóban. Csökken a népszer. Várom a parancs. Hagyj égjél! Égjenek a rákba. Ugye mennyivel jobb így? Na látod? Ezt meg lehet csinálni akárhányszor. Csak annyi a lényeg, hogy így meg kell próbálni arányosan eloszlatni a szurkot. Így né. Ó, mennyire király lesz ez te. Szép lassan, hogyha beindul. Így, ne? Hát szép lassan beindul itt a dolog. Várjuk a parancsait. Kellene ugye még egy torony. Csak félek azért egy-két dologtól. Ezt itt meg lehet próbálni. Oké. Jó, de tőle annyira nem félek, mert van már számszerű jászunk bőven. Hát még nyilván ez még nem elég, de... Ó, de jön! Hát azt figyeld! Nagyon jó. Tehát ide nem építünk semmit, az tény, oké? Okay? Ez a lényeg, hogy oda semmit. Kajánk az nem nagyon van. Úgyhogy... lassan el kéne kezdeni ugye... mondjuk én íjakat termelni. Meg akár hogy hívják ott. Bőrpáncélt. De hozom ugye még fa. Jó, most itt nagyjából szerintem jók vagyunk. Szurkot akarok még venni. Mert nem kerül sokba és mégis rohadt jó. Szurok kellene! Ezzel ellők odáig? Üzenet érkezett az oroszlán szívűtől. Szedd össze magad és élezd a kardod, mert hamarosan összemérjük kardunk vasát. Nem mindegy, ezt majd megoldjuk. Hát ez itt a probléma. Azt, hogy nem is erőltetem inkább. Hallosaink vérre szomjaznak. Tiéd az íjam, uram. Na hol a... Aha. Na ezekre fogom már rágyújtani.
Az hogy nem lövök el amúgy odáig? Jó, mindegy. De mit kajok nem lövök el odáig, ez érdekes. Ó, gyertek, csak gyertek. Hát ugye egyből indulna, hogy lebontsa a cuccaimat, de hát én ugye nem vagyok hülye, aztán... Mert mondjuk az ott, nem tudom. Maradj! Hagy égjél! Égjél, rohadj el meg! Ez az. Várom a parancsot. Nem tudok odamenni nagyra. Ez az. Like a boss. Az nem tudom mi lesz. Remek. Nincs elég arany, nagy ura. Hogy ez most itt beindulna, ez a fegyvertermelés, akkor annyira boldog lennék, hogy így elsőítszed. Üzenet érkezett az oroszlán szó. Bátor vagy. Igazi férfiként harcol. Ugye? Jó. Ide még mindig nem merek tenni semmit, amúgy viccen kívül. Egy torony kéne majd valahova ide. Aha. Ez nem jó, nagyon közel van. Megpróbáljuk így. Csatazajra vágynak. Igen. Igen. Jó, kell még egy pár azért, hogy legyen. Ezt itt egybe akarom kötni az egészet. Ezt nem helyezheti ide. Ahogy ne. Hát az. Jó, hát ugye ez egyértelmű, ez nem ennyi lesz, tehát kell még számszerű, az bőven. Ez a torony amúgy nem tudom, hogy nem érdekli őt, tehát hogy ez így rejtély nekem. Jó. Hát ilyen fogjuk rá, hogy van valamennyi élelmiszerünk, de amúgy nincs. Jó, nincsenek parasztok, hoppá. Oké. Az íjászok készen áll. Tehát így jó a buli, igaz? Tehát ez egy nincs probléma. Ha meg inkább át is jövök ide, mert úgyis innen támad. A pajzs áthelyezés alatt. A hordozható pajzs kész. Így. Ó, nagyon állat. Zsír. Szép lassan elkezdődnek majd itt a Sam's Rias képzések, meg a nem tudom. Üzenet érkezett az oroszlán szín. A sivatagban nagyon nehéz a harc. Biztos, hogy készen állsz rá. Így, nem? Mivel jön? Ó, egyre többen vannak. Jó, 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 jó. Hát itt ugye ez az, amivel még nem tudok mit kezdeni egyelőre. Még azt meg tudom csinálni, hogy oda viszek ilyen ijászokat például. Fakészleteink vészesen megcsappantak, nagy uram! Nő a népszerűsége. De szóval rakjuk, rakjuk ide. Ebből mind a kettő simát fog termelni. Meg hány parasztom maradt? Kettő? Pont jó. Így van, és elméletileg ez nem lát el odáig. Meg ha el is lát, az se érdekel. Igen. Hagy égnye! Mi jár a beszélgetés? Rohamra! Üzenet érkezett az oroszlán szívünkről. A háború igen veszélyes játék. Ahogy arra már ön is. Kurva jó.
Rohamra! Felszecskázzuk őket! Kurva jó! Baszta volna meg, amik... Ne. Várjuk a parancsait. Itt mi volt? Elfelejtettem. Uram, nincs elég munkás ennek az épületnek a működtetéséhez. Na az már onnan hogy került ki? Hát könnyen ezt lebontam. Te vagy a második legnagyobb. Hallosaink vérre szomjaznak. De a fa az olyan jó helyen nőtt ki, hogy meghalsz. Ezt szerintem lecserélem egy ilyenre. Jó, és mondjuk... Vigyázz! Igen, uram! Már megyek is! Ja, jó. Így, veszünk még egy pár ilyet. Nincs elég arany. Majd. Ó, mennyi kő. Az emberek elköltöznek a várból. Várom a parancsot. Hagy égjél! Égjetek, pogányok! Oké. Jaj, magtáram nincs, baszki, tényleg. De egy farok vagyok. Vigyázz! Uram! Kész állam! Fegyverekre lenne szükség! Uram! Újoncokra lenne szükség! És hát nem, de mindegy. Egy kevés aranyunk azért most már van. Ezt meg itt majd le fogom bontani szerintem. Ezt nem helyezheti ide, uram. Na most gengeljetek már itt, please. Ezt nem helyezheti ide, uram. De csak minden nyomorult munkás erre felejön. Ezt nem helyezheti ide, uram. Na jó, mindegy, ez így jó. Na mi van? Az emberek nem kedvelik önt, húzottam, uram. Így, ja, mint lesznek emberek, gyorsan még csinálok 10 számszer ilyeszt minimum. Az úgy alsó hangom. De ne öld meg a köcsök tehenemet, hát az milyen vagy? Beköltöznek a bár. Hát komolyan mondom, hát mindjárt sírok. Üzenet érkezett az oroszlán szintjétől. A sivatagban nagyon nehéz a harc. Biztos, hogy készen állt rá? Magyarán, uram? Szolgálat. Újoncoknak ostromgép irányítása. Igen? Ja. Oké, Ika. Hát kezdjünk itt azért stabilizálódni szépen lassan. Az nem tudom. Ja, most jön oda. Jó. Vigyázz! Uram! Fegyverekre lenne szükség! Várom a parancsot! Fegyverekre lenne szükség! Hiéd az íjam, uram! Jó. Ezt megvárjuk, ezt az adagot. Többivel azért csak elbírunk ennyi emberre. Hát most már azért van bőven számszerű, ez illene. Nő a népszerűsége. Így van. Élelmiszer készletei folyamatosan a kincstár helyzetében nincs semmi változás. Na, mindjárt gyújtogatni kell. Úgyhogy figyeljünk oda azért. Ti minek arra mentek amúgy? Hagy égjen! Égjetek, pogányok! Hát mi újság van? Ezek minek erre jönnek? Valamit tudnak, amit én nem. Jó, itt visszafordulnak, helyes. Oké. Okay. Egy paraszt már útban van ide. Így, meg így, meg így.
ebből az épületből hiány. Oké. Okay. Nekem itt termeljenek mindent. Hát azért ne jussanak már át, please. Vigyázz, uram! Vigyázz! Uram! Fegyverek ellenek. Na ez az. Oké. Okay. Hát ez nem lesz egy túl gyors harc, viszont neki már aranya sincs jó formán. Úgyhogy ez már jó. Kezdünk stabilizálódni. És remélem nem kiabáltam el magam. Oké. Okay. Ezt nem helyezheti. Ez közvetlenül a raktár mellé kell építeni. Oké. Okay. Ezt nem helyezheti ide, uram. Tudok kell! Ezt nem helyezheti ide. Így ne. Már csak, hogy fel legyünk készülve mindenre. Élelmiszer készleteink egyre gyarapodnak, nagy uram. Király! Arany készleteink szépen gyarapodnak. Adom gondolkod, hogy ide vigyek fel embereket, nem tudom. Szerintem viszek. Várjuk a parancsát. Ostromgép irányítása. Oké. Várom a parancsát. Uram, új orvosra lenne szükség. Vigyázz! Uram! Igen, uram! Fegyverekre lenne szükség. Jó reggelt kívánok, uram. Várom a parancsát. Várom a parancsát. Állat. Királyos, de hát ezen már nem igazán kéne, hogy átjön így bárki. Hát ezt nem lesz túl nehéz elfoglalni amúgy. 160 katona, én mindjárt kitermelek kétszer annyit. Csak jöjjön helyre egy kicsit a gazdaság. Így nem lesz ezzel probléma. Így, ne? Hát ez nagyon király lesz így. Még lehet ide is fel tudni. Á, nem, nem tudom. De úgy van vasunk is egyébként. De jó, mindegy, azért ne legyünk tehetetlenek. Elég ennyi is bőven. Így valahogy viszont ez biztos ide felrakom. Jó, hát bőrpáncélból kicsit több van, mint számszerűből, úgy látom. Ha kellene! Egy nem. Ezt nem helyezheti ide, uram. Oké. Okay. Minden ilyen kis szutyok helyet ki akarok használni, ugye, mivel nem mindegy egyáltalán, hogy hogy rakom ezt a dolgot. Hát viszont tőle már így nem nagyon félek, mert ezt már nem tudja visszahozni. Kell nekem egy olyan különítmény idézőjelbe, ami itt védeni fogja ezt a részt. Magyarul egy torony ide. Köbö. Ez lehet kicsit sok lett, de mindegy. Vigyázz! Uram! Újoncokra lenne szükség. Így, ne? Vigyázz! Uram! Újoncokra lenne szükség. Ami lehet simán előrébb kéne költözni, de nem. Jó van, ez most így... Ez most így remek. Készen állok! Vigyázz! Mindjárt 15 jöjjön ide. Meg... Igen? Köbben ennyi, meg még kell két mérnök. Nagy uram. Inkább négy. Mivel segíthetünk? Jó, és akkor elkezdjük. Hát nehogy már tudjak oda rakni a nyomorúttól, hát igazad van amúgy. Így, ne?
Ez meg így ide. Nagy uram, ostromgép irányítása, értettem. Az íjászok készen állnak. Igenis. Előre! Egyne. Várom a parancsot. Tiéd az íjam, uram. Te vagy a második legnagyobb. Uram! Igen? Fegyverekre lenne szükség. Indulok. Vigyázz! Uram, már megyek is. Fegyvert vál, hozz! Na gyerekek, ezen kéne átjönni, hogyha képesek vagytok rá. Amúgy sok sikert. És akkor most már kiterjeszkedhetek ide is végre. Mert ugye biztonságban a cucc. Remélem. Attól a házakat még ide felrakom, jól van az ott. Tehát ugye amikor megindítja itt a nagy mérnök támadást, akkor majd ezzel szépen megfogjuk. Olyan mostanában nem akarsz támadni, hogy mi elfogyott? Nem tudom, de én kifejezetten örülök neki amúgy. Van itt ugye vas, amit majd akár meg lehetne próbálni kiszedni. Hogy termünk ennyire kevés számszeriet amúgy? Jó, mindegy. Az igen. Nem akar támadni a gyerek, mi? Mit gondolsz? Ezt itt most már kinyithatom egészen nyugodtan. És elkezdjük visszaadni neki szépen a kölcsönt. Ami ebben fog kiteljesedni kezdésnek. Így felgyújtom a rákba az összes kőtermelőjét. Aztán szépen őt is fel fogom gyújtani szépen. Úgyhogy jó lesz az. Hát itt most konkrétan 27 számszeriász védi ezt az átkelőt, az nem rossz mondjuk. Mahuari Hanuk. Morna. Oké. Mahuari. Üzenet érkezett a korosztán szintjűtől. Zászlóm várat tornyára tűzbe fog lebegni a szélben, még mielőtt leszállad. Oké. Működnek a baliszták? Nagyon remélem. Morna. Igen. Mahuari Hanuk. Azok a mérnökök neked nem kellenek, úgy érzem. Ez egy annyira gyönyörű, tényleg. Hát nem tudom mennyi kell, de azért 27 szemszeriázba bízok, hogy elég lesz. Amikor azért ezt inkább levontam itt. Ja, meg azok ellátnak idáig, tényleg. Folynak a katona egy gyerek. Vagy nem? Oké. Igen, ura. Ura? Szép lassan megindítom én is a sajátjaimat, tehát hogy nem kellett több parázni. Ura? Újoncokra lehet. De azért innen is támad, érted? Igen, ura. Uram, fegyverekre lenne szükség. Annyira nem hülye. Annyira. Oké, az ott leégett. A legutásokat nem tudja mire használni, mivel hogy víz van körülöttünk. Ezt nagyjából két és fél másodperc lesz lebontani. És tulajdonképpen innen le tudom bontani az egészet, tehát egy érdekes. Igen, uram. Ura, újoncokra lenne szükség. Jó, most egyelőre csak a buzogányosok kellenek. Igen, ura. Gyerünk, kutyák! Jó, tehát ez már itt neki vége van. Tehát ide beállítok egy-két mérnököt, lebontom az egész várát úgy, ahogy van. Ez kész. Magyaram? Visszanyal a fagyi, mondjuk így. Értettem, uram. Készen állok. Jó, kell még számszeri, ez bőven. Megtámadtak bennünket. Nye,
Ja. Jó, az nem nagyon zavar. Vigyázz! Uram! Újoncokra lenne szükség! Uram! Újoncokra lenne szükség! Mi vagyunk a buzogányosok! Te vagy a legnagyobb úr! Az az. És úgy lesz, hogy kellenek még sima ijászok is. Parancs! Király! Meg amúgy attól függetlenül, hogy párat még itt kéne hagyni. Hogy nagy probléma legyen belőle. Uram! Fegyverekre lenne szükség! Még ezt a hetet ott hagyjuk, az kész. Mi a parancsa, uram? Tehát 47 számszerű jászunk van, oké. Kell néhány izmos, fickó. Mi van? Micsoda? Olyan messzire? Építeni kell valamit? Na meglátjuk, ő mit tud az én támadásom ellen. Majd kiderül, érted? Várom a parancsait. Igenis! Engem. Igen, uram! Már itt se vagyunk. Igen. Mozgás! És akkor mondjuk, oda kéne építeni ilyen dolgokat. Uram. Előre! Mi vagyunk a buzogányosok. Mire van szüksége? Ostromgép építése. Értettem? Ostromgép építése. Ide. Oké. Okay. És ez jelenleg működni fog, de nem biztos. De majd kiderül. A kőhajító ostrom célpont. Ó, hát hogy nem működne? Ez az. Ja, még odáig is ellátunk. Ó, hát akkor miről beszélünk? Látom, hogy néhány épületet le tudsz rombolni, de vajon a kardot is ilyen jól forgatod? Aha. Fegyvert vál! Hozz! Közben azért menjünk már előrébb, érted? Igen, uram! Mi a parancsa, uram? A buzogányosokat meg beküldöm ide garázzálkodni. Mert miért ne? A kőhajító ostromgő. Célpont bemérése. Készen áll! Igen. Úton vagyok. Kell néhány izmos, fickó. Oké. Okay. A kőhajító ostromgép. Célpont bemérése. A kőhajító ostromgép. Kész. Célpont bemérése. Mi van? Úton vagyok. Vigyázz! Már megyek is. Az íjászok készen áll. Igen, uram. Jó, hát azzal kezdjük, hogy megöljük a mérnök, nem? De. Igen, ez mondjuk várható volt. Oh, hello. Számszerűjászoknak is adjunk valami munkát. Mi van? Gyakorlatilag már valóban. Igen, uram, mi van? Igen is. Igen. Gyerünk, kutyám! Ki vagy, pusztuljanak! Mozgás! Aj, nyilvánvalóan nem elég amúgy. Nincs elég arany. Pedig olyan jó kitaláltam. Igen, uram. Uram, újoncokra lenne szükség. Na jó, mindegy, ezeket itt tápláljátok. Aztán jó van. Igen, uram. Uram, újoncokra lenne szükség. Uram, uram, újoncokra lenne szükség. Fegyverekre lenne szükség. Mi a parancsa, uram? Úton vagyok. Legyőzött. Maulaj. Amúgy ennyibe tenne legyőzni az egész gyereket. Kell néhány izmos, fickó.
Mahuari Hanuk. Morna. Mahuari Hanuk. Egy. Morna. Jó, köszönjük szépen. Mi van? Gyerünk, kutyák! Gyertek csak ide, hadd akarjanak utánunk jönni. Mozgál! Uram, budra lépünk! Egy kedő! Tiéd az íjam, uram! Igen, uram! Úton vagyok! Gyerünk, kutyák! Most eltapossuk őket! Mozgás! Úton vagyok! Kők ellenek! De menj már rákba, hát hogy lőnek el ezek a kis szutykok idáig? Gyerünk, kutyám! Na, nem mindegy. Jó, ne szórakozzunk. Uram, újon csak a lemezős. Hát most az hogy lő el odáig? Hát ne idegesítsél már fel. Uram, újon csak a lemezős. Mi van? Élelmiszer készleteink egyre gyarapodnak. Arany készleteink gyorsan gyarapodnak, nagy uram. Jaj. Na végre. Hát jó, hogy elég elbaszottan vagyunk építve. Azt látom, hogy néhány épületet le tudsz rombolni, de vajon a kardot is ilyen jól forgatod? Az a legjobb, mikor a pékeim elmennek így nyaralni. Attól nincs jobb. Bittakid. Nataharra. Bittakid. Bittakid. Nataharra. Bittakid. Jajajaj. Jöjjenek már ezek az emberek, hallott? Hát mi történik? Ekkora maradt 68 katonája. Nők ellene! Célpont bemérése. Elhiszánu szerír. Ura, újoncokra lenne szükség. Hát Isten van. Hát nincs kaja. Kiváló. Uram, nincs elég munkás ennek az épületnek a működtetéséhez. A kincstár helyzetében nincs semmi változás. Oké. Okay. A kőhajító ostrom kész. Célpont bemérése. Akkor ez most így lesz. Uram, újoncokra lenne szükség. Uram, újoncokra lenne szükség. Ajja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 j
rendőrön. Tök mindegy. Uram, újoncokra lenne szükség. Elhiszánu szeri. Újoncokra lenne szükség. Elhiszánu szeri. Erkebnek le rie. Maulaj. Morna. Gyújtsuk ki azt ott. Biemrik. Elfaresz utád. Csak azért, mert megtehetjük. Kő kellene. Nő a népszerűség. Célpont bemérése. A kőhajító ostromgép. Célpont bemérése. Az volt, ne legyen már egybe. Mahuari Hanuk. Morna. Mahuari Hanuk. Bitte kid. Oké. A kőhajító ostromgép. Célpont bemérése. Megtámadtak bennünket. Ó, igen, a Tug Life lovasság, jó. Akár itt is maradhattok, mert tök mindegy. A kőhajító ostromgép. Kész. Célpont bemérése. Jó, meg... Az nem kell. Nincs elég ár. Nincs elég arany. Az inkább. Igen, uram. Arany kellene. Uh-huh. Arany kellene. Aranykészleteink gyorsan apadnak, nagy uram. A magtár... De vagy a pöcsönben nincs semmi élelem? Apadnak, nagy uram.
Amúgy. Az hogy sikerül? Igen, uram. Igen, uram. Micsoda? Nem mindegy. Olyan messzire. Jól van az. Még meg lehet oldani. Érezd a hatalmat. Hát mert nagyon messze van ugye a... Jó, hát mondjuk az is igaz. A kőhajító ostromgép kész. Célpont bemérése. Nő a népszerűsége. Jó, akkor azzal kezdünk, hogy... Mi a parancsa, uram? Ti meg oda. A kőhajító ostromgép célpont bemérése. Biemrik. Erkebnik le rie. Szomókom. Mozgás! Ti meg oda fel. Üzenet érkezett az oroszlánszó. Ha már a király is kénytelen párába... Ennek a nagy része már így jár, szóval meg kéne, hogy legyen. Ez az. Falaink erősek, embereink lelkesek. Hozzátok csak palisztjáitokat, nyilaitokat. Hát srácok, hát ez az eddig egyik... Hát ha nem a legnehezebb küldetés volt. Azt a rohadt. Remélem tetszett nektek, és itt összek velem a következőbe is. Én Tomi voltam. Sziasztok!